Augusztus 2-a 1972 óta Parajmosz, azaz a Roma holokauszt világnapja. A II. Világháború során elhurcolt és meggyilkolt romákról azóta minden évben megemlékeznek. Ezt az eseményt a vírus helyzetből adódó bizonytalanságok miatt ezúttal 2 hét csúszással tartották meg. A roma holokauszt a zsidó holokauszt árnyékában végrehajtott II. Világháborús tömegmészállást jelenti, amelyet mai napig tragédiaként él meg a cigányság. Ezt örököltük, ezt vinni is fogjuk a kisebbségi, vagyis a területi CK-jú, hogy ezt folytassa. Én kíváncsi voltam, amikor elmentem ebbe a táborban is meggyőződni ezekről az ügyekről. És ezt végignéztem, végigjártam 2 napon keresztül ezeket a táborokat, ahol a cigányokat placon, a kamionokba, a vagonokba bekísérték, és cigánzenével kísérték, hogy mennek mulatni, azt vitték az épületbe, és ott a gázkamrába folytották meg, és akkor voltak itt, legyilkoltak, letaroltak, lelőtték, és úgy vitték a romákat a gödörbe, a mély süesztőbe. A megemlékezésen a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat képviseletében Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke helyezettel koszorult az elhurcoltak emlékére. Beszédében hangsúlyozta, a cigány nemzetiség évszázadok óta szerves részét képezi a magyar kultúrának, így a múlt és a jövő miatt is egyaránt fontos a szolidaritás felvállalása. Elsősorban a megemlékezés és az emlékeztetés a célja ezeknek a rendezvényeknek, arról, hogy évről évre megemlékezünk erről a tragikus történelmi eseményről. Ugyanakkor viszont ez a jövő feladataira is figyelmeztet, emlékeztet bennünket, mert időzősem szerint akkor lehet tenni leginkább a megkülönböztetés, a kirekesztés ellen, hogyha a közös munkára koncentrálunk, a jövőben elvégzendő feladatokról beszélünk, ami nem lehet más, mint a teljes társadalmi integráció, hiszen ez szünteti meg azt az előítéletes gondolkodást, amely az még már 76 évvel ezelőtti tragikus eseményekhez is vezetett. A roma holokauszt kapcsán pontos adatok nincsenek arról, hogy hány embert üldöztek és hurcoltak el. Becslések szerint Közép-Kelet-Európában több 100 000, Magyarországon legalább 5 000 estek áldozatául az etnikai tisztogatásnak.